Míg néhány évtizeddel korábban még 7000 hektáron termesztettek málnát a hazai gazdálkodók, napjainkban alig 100 hektárról takarítják be a gyümölcsöt a termelők. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke szerint így a korábbi 40-60 ezer tonna helyett idén megközelítőleg 600-800 tonnát fognak születelni. A bogyó gyümölcsök tekintetében a helyzet az, hogy vannak fejlődő, vannak stagnáló és vannak eltűnőben lévő gyümölcsfajok. A szamóca esetében mind a termőterület, mind a termés mennyiség növekedett az utóbbi években. Egy magas színvonalon egy gazdaságosan termelhető növény és a piaci igények is megvannak rá. A piros ribiszke stagnál, 10-15 éve tartja az 1300-1400 hektáros termőterületét, mert még ezt a klímát is elviseli, illetve egy totálisan gépesíthető növény, így a munkaerőigénye szerény. Viszont amivel bajban vagyunk, és aminek a termőterülete és a termés mennyisége is nagyon jelentősen csökkent, és gyakorlatilag már néhány 10 vagy 100 hektáros termőfelületről beszélhetünk mindössze, az a málna, a szeder, a fekete ribiszke és a közméte. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint is a munkaerő hiány az egyik legnagyobb probléma. Ugyanis néhány évvel ezelőtt csak a megyénkben is legalább 10-szerese volt a termőterület ahhoz képest, amekkora területen ma az egész országban találhatók bogyós gyümölcsű ültetvények. Ahogy hallottunk afelé, hogy jelentkeztek ezek a kézi munkaigény hiányok, egyre többen azért hagyták abba, ha málnára gondolunk is. Valamikor itt a mi megyénkben, Nyílogos környékén, ezeken a homokos területeken, ami már betelepítettek erdővel, nagyjából ez megtermett és még jövedelmezőséget is termelt. Ennek olyan igénye támadt, és a gépesítés, korszerűsítés felé, illetve fajta váltással kellett volna élni, már azt nem vállaltuk fel, és ma úgy tűnik, hogy Magyarországon körülbelül vagy 100 hektáron termelnek még, amikor itt a megyében is több volt 1000 hektárnál. A visszaesés mögött a másik legnagyobb probléma, hogy annyira megváltoztak a klimatikus viszonyok hazánkban, ami már nem kedvez a bogyós gyümölcsök, köztük a málna, a szeder és a fekete ribiszke termesztésének sem.